Na, csodás reggelt mindenkinek! Itt vagyunk Csaperem, mert Esztivel volt egy elintéznivalónk, és most csináltunk egy-két képet, viszont tartunk is a hévhez, úgyhogy hát a délelőttnek így a fele az ezzel telt, viszont Esztinek lesz egy ZH-ja az egyetemen, úgyhogy arra sietünk amúgy is vissza, én pedig egy tanulós napot tervezek ma tartani kisebb megszakításokkal, mert most állok majd neki, beülök egy kávézóba, így nálam van a laptopom, úgyhogy fordítom tovább a fordítandó anyagomat. Visszajelzett a konzulensem, van pár dolog, amit javítanom kell, kisebb hibák, de amúgy minden oké, és a szövegeim már szerencsére, úgyhogy ez most így nagyon-nagyon motivál. Viszont megyek ma majd körmöshöz, mert bevágom ide, hogy milyen a körmöm jelenleg, nagyon lenőtt már. Megvan ezt ismét, lezéházott, és most megyünk végre enni valamit, mert éhálunk mind a ketten. Úgyhogy úgy döntöttünk, hogy az egyik kedvenc helyünkre megyünk, ami a Budapest Bagel, vagy legalábbis nekem ez az egyik kedvenc helyem. Csak mivel ide itt nem lehet leülni bent, ezért ez mindig ilyen kis fagyoskodós ebéd, de most ma pont így, hogy süt a nap, ezért bemegyünk, veszünk egyet, aztán utána tovább sétálok Ticihez. Óriási volt a sor a Bagelesnél, és a szívvel beálltunk, vártunk vagy nem tudom 8 percet, és aztán bementünk kérni, de mondták, hogy negyed óra a várakozási idő, mármint hogy negyed óra múlva lesz csak kész a Bagel. És nekem így összességében volt fél órám arra, hogy megegyük meg ideérek Ticihez, szóval sajnos sehogy nem jött valaki időben, úgyhogy most beugrottam egy ilyen croissantért az Aldiba, meg Ropiért. Ezzel most túlélem a következő pár órát, és aztán utána visszatérek a fordításomhoz. Amúgy sajnálom, hogy ez egy annyira unalmas nap. Viszont nem adtam fel a bagel kérdést, szóval azon gondolkozom most, hogy vagy este rendelek magamnak vacsira egy bagelt, ami csak így nagyon-nagyon feldobná a mai tanulós napot számomra, vagy pedig én magam fogom megsütni a bagelemet. Elkészültek a körmeim, egyszerűen imádom, mennyire gyönyörű Tici, egyszerűen csak zseniális. Minden egyes körmömet imádtam az évben, de ez a kedvencem. Na egyébként pont itt van ez a körmösbolt, ahova járni szoktam ilyen kis kövekért, amiket ugye a sminkeim során felteszek az arcomra, szóval arra gondoltam, hogy bemegyek és megnézem, hogy mik vannak, mert akkor meg tudom nektek mutatni, meg a nyereményjátékban, ami a mai videóban lesz, abban akkor bele tudok tenni egyet, hogy valaki ilyen kis köveket nyerhessen. Egy kis szünetnek, hogy felfrissüljön az agyam, el fogok készíteni most egy bagelt, mármint pontosabban bagelt fogunk sütni, nem egyet fogok elkészíteni, hanem annyit, amennyi receptből kijön, nagyjából 4-5-öt, úgyhogy meg lesz így a holnapi reggeli is, meg ugye a mai vacsi. Na itt van nekünk a liszt, az élesztős cukros víz, illetve egy kis olaj, ezeket fogom most összekeverni és összegyúrni, ezután félreteszem egy órára egy kicsikét kereszteni a tésztát, egyébként a teljes receptet megtaláljátok ennek a videónak a leírásában. Na, amíg én arra várok, hogy a bagel megsüljön, addig megmutatnám nektek, hogy a második YouTube-os nyereményjátékban mit fog egy nyertes megkapni. Szóval én mindenfélébe tettem bele, és összesen most 10 termékről beszélünk, szóval kezdjük a lakás díszítő elemekkel. Az egyik, az egy ilyen kis IKEA-s lámpa lenne, amit most próbálnak így körbeforgatni. Szóval ebbe elemet kell tenni, és akkor ilyen kis
fényes csillagok lesznek benne ebbe a lámpásba, mert hogy így fel lehet akasztani bárhova, szóval szerintem ez abszolút feldobhatja akár így az erkélyeteket. A másik pedig szintén egy finnyel kapcsolatos dekoráció, mégpedig egy ledes füzér lenne, amiben szintén elemet kell tennetek. Ez ugye a színszíjas csomagban volt, viszont nekem nagyon sok ehhez hasonlóm van, úgyhogy arra gondoltam, hogy ez a kettő együtt szerintem így abszolút bárkinek az otthonát fel fogja majd dobni. Aztán arctápolással kapcsolatban van kettő szérum, mindkettő L'Oréal Paris, az egyik az Age Perfect szérum, a másik pedig a Revitalift, ami másfél százalékos hialuronsavat, tiszta hialuronsavat tartalmaz. Aztán a Lush-tól arra gondoltam, hogy mindenképpen egy fürdőbomba legyen benne valakinek. Én remélem, hogy olyan nyeri, akinek van kádja, mert nem akarom nagyon megfogdozni, de egy ilyen csillogó fürdőbombáról van szó. És hogyha pedig nincsen, és most tisztálnak a csillámok, szóval ha nincsen kádatok, akkor remélem, hogy oda tudjátok majd ajándékozni így a legjobb barátotoknak, vagy ilyesmi. Illetve egy másik lásos termék, az illóolajos fogkrém tabletta, ami ilyen kis dobozkában van. Ez például utazáshoz nagyon szuper, mert nem kell magatokkal fogkrémet vinni, és nem számít ugye folyadéknak, hanem konkrétan csak ezt a kis dobozkát, és akkor elrágtok tulajdonképpen egy ilyen tablettát, és közben tudjátok mosni a fogatokat. Na, térjünk is hát a sminktermékekre. Olyan szemre való dolgokat válogattam, amivel egy tökéletes karácsonyi sminket el tudtok majd készíteni. Szóval először is ebben a kis tégelyben van egy aranyszínű, sötét aranyszínű szemhéjpúder. Aztán van itt nekünk hozzá egy sötét arany NYX-es glitter, és ehhez van egy glitter alap, ami szintén a NYX-es ilyen primer, szóval ezt kell a szemetekre felvinni, mint primer, és akkor ugye bele fog ragadni majd ez az arany glitter. Viszont még beszereztem a kis köveket. Ez ugye kristálnézés, szóval alapvetően körömre van, de ugye én is ilyet használok a különböző sminkekhez, amikor az arcomra rakok köveket. Szóval ezt műszempilleragasztóval tudjátok majd feltenni a szemeteknek, igazából bármelyik részére, szóval szemhéjatokra, szemöldök alá, szemöldök felé, bárhova az arcotokra, úgyhogy ezzel tudtok majd kreatívkodni, úgyhogy remélem, hogy ki tudja majd használni az sminkelés terén, aki ezt a csomagot nyeri. Úgyhogy szokás szerint fel kell, hogy legyetek iratkozva erre a csatornára, és kommentben írjátok meg, hogy az idei évből miért vagytok a leghálásabbak. Ez egy nehéz kérdés tud lenni, és biztos vagyok benne, hogy amúgy nem csak egy dologért, hanem nagyon-nagyon sokért hálásak lehetünk ebben az évben, de hogyha szeretnétek, írhatok amúgy többet is, viszont nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi az a tényleg így a legpozitívabb dolog, ami történt veletek. Úgyhogy ne felejtsétek el az e-mail címeteket, vagy az Instagram felhasználó neveteket beleírni ugye a kommentbe, hogy akit kisorsolok, azt majd el tudjam én is érni valahogyan. És mint legutóbb most is 5 napotok lesz erre a játékra, úgyhogy sok sikert mindenkinek, most pedig szedjük ki a bégelt. Na, jó hír, a bégel csodásan néz ki. Rossz hír, amit ma vettem a piacon, avokádó, mind a kettő szét van rohadva. 500 forint per darabjáért igen jó dílnek tűnik. Na, ilyen vészhelyzetekre tartogattam egy ilyen csicseri borsólevest, ami már el van készítve, úgyhogy már nem kell több időt töltenem semmivel. Csak felmelegítem, és ezzel fogom enni a bégelemet. Lehetne sósabb. Mindig kifelejtem a sót a lisztes keverékből, de amúgy nagyon-nagyon jó. Az állaga, az íze, és jó meleg, úgyhogy abszolút büszke vagyok, abszolút elégedett vagyok, és is köszönnék tőletek, mert most már végképp semmi izgalmas nem fog történni, de remélhetőleg éjfél előtt azért eljutok odáig, hogy aludjak. Úgyhogy köszönöm, hogy megnéztek ezt a videót, találkozunk holnap. Sziasztok!